A februári testületi ülésen döntöttek úgy az önkormányzati képviselők, hogy megszüntetik a Püspökladány Holding vagyonkezelő Kft-t, amely a városüzemeltető és vízszolgáltató Kft-t, a gyógyfürdőt és a rendezvényközpontot foglalta magában. Erre a lépésre azért volt szükség, mivel az átvizsgálás során bebizonyosodott, hogy a vállalat veszteségesen működik, tudtuk meg Varga Lajostól. Tehát hogy maga a holding, mint vagyongazdálkodásért felelős koordináló vállalat irányítja nagyobb városokba a város tulajdonában lévő gazdasági társaságokat. Itt annak idején, mikor létrehozták a holdingot, ugye 3 Kft. Tartozott a holding irányítása alá, majd ugye a 3-ból beolvadás folytán lett 2, és most a képviselőtestület úgy döntött, hogy a 3 Kft. Végül is olvadjon össze, és akkor lesz egy városi gazdasági társaság, amely a város vagyonát, illetve a város tulajdonában lévő fürdőt, ingatlanokat, szolgáltató dolgokat, cégeket, itt a távhőszolgáltatás, illetve a víz és szennyvíz ágazatnak a koordinálását tudja ellátni. Ezen felül ugye a kötelező önkormányzati feladatoknak a elvégzését tudja még ezen felül ellátni. Az egykori holding leányvállalatai azonban nem szűntek meg, hanem a városüzemeltető Kft-vel egyesültek. A vállalat új neve a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. Lett, de röviden csak Püspökladányi Városüzemeltető Kft-ként is említhetjük, vezetőjének pedig 5 évre Varga Lajost választotta meg a képviselőtestület legutóbbi ülésén. Az alapító okirat tervezetét és az abban foglalt adatokat tulajdonképpen a képviselőtestület megtárgyalta bizottsági üléseken, és a testületi ülésen pedig megszavazta pontról pontra. Itt kerül sor arra is, hogy a ügyvezető-igazgató személyében részemről, tehát a személyemről került döntés. Nagyon nagy feladat, ugye nagyon nagy kihívás is, de én úgy gondolom, hogy a megfelelő támogatással, illetve a megfelelően felkészült kollégáim segítségével mindenféleképpen eleget tudunk tenni a feladatnak, és hatékonyan tudjuk a munkát végezni. A tervekről igazgató úr beszámolt a képviselőtestületnek. Fontosnak tartja, hogy olyan működést folytassanak, amivel legalább a kiadásaikat tudják fedezni. Lakossági áremelést nem terveznek, de a távhőszolgáltatásnál az energiahivatal által meghatározott hatósági árat kell megszabniuk, a víz és szennyvíz ágazatnál pedig szintén ez történt meg az új víziközmű törvény életbe lépésével. A munkanélküliség az nagyon látszik a városon, hiszen a fizetőképesség az mind a víz, mind a távhőszolgáltatásnál ugye elég nagy kintlévőséggel bírt, és ez nekünk nagyon nagy problémát okoz. Van egy kintlévőség kezelő cég, pont azért, hogy minél hatékonyabban tudjuk a kintlévőségeinket behajtani. A lakossággal folyamatos a napi kapcsolattartás. Igazából aki megkeres bennünket és vállalja azt, hogy akár részletekben is, de fizeti, az ellen nem kezdeményezzük a jogi lépéseket, tehát minden megteszünk azért, hogy a kompromisszum készség meglegyen, és viszont a lakosságnak megvállalni kell, hogyha vállalta a részletfizetést, akkor azt teljesíteni kell. Nagyon fontos, hogy a szolgáltatásainkkal legyenek megelégedve a lakosok. Ez a vízre, a strandfürdőre, távhőszolgáltatásra egyaránt gondolok, és nagyon fontos még az, hogy a működésünket tulajdonképpen megpróbáljuk minél hatékonyabban és minél jól szervezettebben elvégezni és ellátni.
A városüzemeltető KFT a minél hatékonyabb működés érdekében a bevétel teremtő tevékenységekre helyezi a hangsúlyt, hogy egyensúlyban legyen a működési költségükkel. Bevételteremtő, tehát tulajdonképpen az ingatlan bérbeadástól kezdve az olyan vállalkozások, melyek a város beruházásai kapcsán a vállalkozói munkákba tudunk bekapcsolódni. Az elmúlt években is erre volt elég sok lehetőség. Tehát gondolok itt arra, hogy az új ivóvízjavító program most itt van a 160 km/órás vasúti pályaszakasz felújítása, már itt megkeresett bennünket a fővállalkozó, ugye itt is kisebb, nagyobb vizes munkák kapcsán, illetve az új telepi szennyvíz beruházás, amire már régóta várunk, és ugye bízom benne, hogy az idejében ez is realizálódni fog. A holding vesztesége elsősorban az önkormányzati kötelező feladatellátásokból ered. A különböző eszközök beszerzése, a folyamatosan emelkedő üzemanyagárak, valamint a szeméttelep üzemeltetése is nagy költséget jelentett az elmúlt időszakban. Egy része ugye a park gondozási feladatok, az útfenntartás, síktanítás, a buszváró üzemeltetése, akkor a szeméttelep és ezek a feladatok ugye évről évre egyre több munkát adnak nekünk, és egyre több költsége járnak, hiszen ahogy az úthálózatunk is bővül, egyre több az úthálózattal kapcsolatos rekonstrukciós munka. Gondolok itt a kátyúzásra, forgalmi rendváltozásból adódóan, ugye táblázás, a útborkolati jelek festése, a nyilvánvaló téli időszakban ugye még több szilárd burkolatú utat kell síktanítani. A parki munkákkal kapcsolatban ugye elég nagy a város parkos zöld felülete. Ezek mind-mind olyan mennyiségek, amelyek lényegesen meghaladják azt a keretet, melyet az önkormányzat rá tud szánni. És arról nem beszélve, hogy a kiadásainkat azt a piac határozza meg. Szerencsére a szeméttelepre már nem kell nagyobb kiadást fordítani, hiszen a tervek szerint az idei évben elkezdődik a rekultivációs program. A kiadások csökkentése érdekében nem terveznek létszámleépítést, inkább a kötelező önkormányzati feladatok díszabását gondolják át újra. Az önkormányzati kötelező feladatellátásra vonatkozóan az mindenképpen egyeztetés folytattam a városfejlesztési irodavezetővel, és ezeket a munkákat, illetve a munkák mennyiségét, illetve a szereplő együttműködési megállapodásban szereplő díjtételeket rögzítjük, és akkor ezzel mindenféleképpen tudjuk kontrollálni azt, hogy mi az a munka, amit elvégeztünk, vagy mi az, ami még el kell végezni, mennyi pénz van rá, mennyit lehet rá csoportosítani, úgyhogy ez megoldja a önkormányzati kötelező feladatellátásból adódó pluszköltségeinket. A városüzemeltető KFT minden ágazatnál kibővítette a lakossági szolgáltatások körét, valamint különböző kedvezményeket vezettek be. A köztemetőben például a sírgondozást, a sportcsarnokban pedig, ahol folyamatos igény van a műfüves pályára és a teniszpályára, napi jegyet és kedvező bérletkonstrukciót vezettek be. A rendezvényközpontban kibővített szolgáltatással várjuk az ügyfeleket, tehát teljes informatikai és irodai szolgáltatással ez a lakosság részére meghirdetésre is került. Egy információs telefonon tudnak is érdeklődni, tehát mindenféle fénymásolás, faxolás, szkennelés, laminálás, lefűzés, tehát amire manapság szüksége van, akár egy középiskolásnak is. Ugyanúgy a felnőtt korosztálynak is. A gyógyfürdőbe próbálunk kedvezményekkel, illetve a gyógyfürdőhöz tartozó létesítmények kapcsán kedvezményes napi és bérletkonstrukciókat vezettünk be, amire már pozitív lakossági visszajelzéseket kaptunk. A nyári strandszezon előtt a balatongyöröki táborban is felméréseket végeznek, hogy milyen érintésvédelmi, tűzvédelmi átalakításokat és karbantartási munkákat kell elvégezni, hogy minden szabálynak megfeleljenek.
Természetesen a változások mellett a városüzemeltető Kft. Dolgozói a jövőben is ügyelnek arra, hogy Püspökladány közterületeit rendben és tisztán tartsák. Emellett gondozott virágágyásokat hoznak létre minden évben, hogy városunk lakosai, valamint az ideérkező turisták számára kellemes környezetet teremtsenek.